Már a bemelegítésnél elveszítette egyik kulcsjátékosát a vendégcsapat, Pál Vivien bokasérülést szenvedett, így nem a megszokott nyíregyházi kezdő ötös futott ki a pályára. A nagyon motivált hazaiak 5 ponttal nyerték az első negyedet, majd a második 10 percben 9 ponttal növelték előnyüket a tiszapartiak. A fordulás után sem változott a játék képe, bár a vendégek igyekeztek, nem találtak fogást a szegedi csapaton, amely a hajrában sem csökkentett a tempón, és végül 25 pontos győzelmet aratva vetett véget az NKS 14 meccses sikerszériájának. Nem jó dolog, hogy kikaptunk Szegeden, de ez benne volt. Tehát minden tekintetben, tehát aki nézze az eredményeket és látja, hogy a szegedi mérkőzés az igazán vendégcsapat nem nyert az utóbbi időben, tehát egyszerűen vagy annyira jól készülnek, vagy annyira jó a hazai pályájuk, vagy a mi esetünkben azért én kimerem jelenteni azt, hogy volt egy enyhe játékvezetői talán elfogultság is, most nem azt mondtam, hogy elfogyták a mérkőzést, de engedték azt a stílusú játékot, amit a mi csapatunk is igazából nem szeret. Az igazán kemény, agresszív, esetleg néha már azt mondom, hogy talán a faut határon túl lévő dolgokat is, ettől függetlenül nem ez volt az oka az egész vereségünknek. Talán igen, hogy régóta voltunk talán veretlenek, nem sikerült talán úgy a felkészülésünk se. A nyíregyházi csapat legrutinosabb játékosa, Farkasinszky Orsolya bízik abban, hogy a szegedi vereség után már a következő mérkőzésen visszatalálnak a korábbi útra. Egy vereség mindig emészti a játékosokat, engem személy szerint legalábbis mindig, viszont bízom benne, hogy jókor jött ez a vereség, ahhoz, hogy esetleg a további céljaink azok megmaradhassanak. Ha a Vasas mérkőzés ugye itt a hétvégén itt lesz, akármilyen sorról is kell neki mennünk, én ettől függetlenül bízom a győzelemben, bízom a kadettkorúakban, abban, hogy ők fel fogják ezt vállalni, és ugyanolyan keményen, ahogy a saját korosztás meccseiken szoktak menni, úgy mennek, és akkor én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ez a mérkőzés meg lehet. Ha ez megvan, akkor pedig tudnánk tartani továbbra az első helyünket, játszanák ugye a nyugati csoport negyedikével, és akkor még mindig ott vagyunk, ahol a célunk van, hogy négybe juthassunk. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 15 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 14-3-as mutatóval rendelkező Szegedet és a 13-3-mal álló Vasas Akadémiát. Az NKS szombaton a Vasas Akadémia csapatát fogadja.